Sziasztok, Horváth Petra vagyok. A következő kísérlettel a transformátor működését mutatom be. Nézzük a szükséges eszközöket. Két tekercs, különböző menetszámmal, az egyik 300, a másik pedig 600 menetes, multiméter, vezetékek, zárható vasma, tápegység. Ismert, hogy a transformátor közös vasmaggal ellátott több tekercsből, általában kettőből. Rakjuk is össze a modellt. Tehát erre a vasmaggal ráültetem a két tekercset. És zárom a vasmaggal. A vezetékek segítségével az egyik tekercset a tápegységhez csatlakoztatom. Váltakozó feszültséget fogunk erre a tekercsre kapcsolni, ezért a billenő kapcsolóval átállítottam a váltakozó feszültségre. A másik tekercset pedig a multiméterhez kapcsolom. Feszültséget fogunk vele mérni, és váltakozó feszültsége, ezért a multimétert abba az állásba, tehát a váltakozó feszültséget mérhető állásba kapcsoltam. Be is kapcsolom. Feszültséget adok az első tekercsre. Az első mérés során 300 menetes tekercs, az úgynevezett primer tekercs, ez az energia forrása, és a le- vagy feltranszformált feszültséget pedig az úgynevezett szekunder tekercsről vesszük le. Esetünkben most feltranszformálásról lesz szó, hiszen a nagyobb menetszámú tekercs a szekunder tekercs. Nézzük, mit jelent ez a feltranszformálás. A kijelzőn látható a primer tekercsel kapcsolt feszültség nagysága 3,2-3 volt. A szekunder tekercsen mérhető feszültség pedig 5,33 század volt. Ha változtatom a primer tekercs feszültségét, mondjuk 6 voltra, tehát kétszeresére, akkor a szekunder tekercsem 10,76 század volt mérhető. Tehát megállapítható, hogy nagyobb menetszámhoz nagyobb feszültség tartozik, és közel egyenes arányosság figyelhető meg a feszültségek és a menetszámok között, tehát a primer és a szekunder feszültség hányadosan megegyezik a primer tekercs menetszámának és a szekunder tekercs menetszámának hányadosával. Ez volt a feltranszformálás, tehát nagyobb feszültséget vettünk le a szekunder tekercsről, mint amennyit a primer tekercsre kapcsoltunk. Nézzük a letranszformálást. Ehhez fel kell cserélnünk a primer és a szekunder tekercsünket, tehát a 600 menetes tekercset kapcsoljuk a tápegységünkhöz, a 300 meneteset pedig a multiméterhez. Kapcsoljunk feszültséget a 600 menetes tekercsre. Megpróbálom közel 3 voltot beállítani ismét.
Ekkor az alábbi megállapításunk szerint a szekunder tekercsen közel másfél volt feszültséget kell mérnünk. 1,46 század voltot mutat a mérőműszer. Nézzük 6 volt esetén. Ekkor közel 3 voltot látunk. 2,9 volt. Veszteségek megjelennek. A veszteségek egyrészt a vezetékek ellenállásával magyarázható, illetve azzal, hogy nem tökéletesen záródik ez a vasmag, tehát szóródhat a mágneses mező. Nézzük a jelenség magyarázatát. Ha egy tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk, akkor a tekercsben és körülötte változó mágneses mező jön létre. A tekercs belsejében közel homogén ez a mező, tehát közel párhuzamosak egymással a mágneses indukcióvonalak. Kívül viszont szóródik. A közös vasmag segítségével szinte körbevezetjük ezt a mágneses mezőt, így a másik tekercs is egy változó mágneses mezőben van. A változó fluxus a tekercsben ezáltal feszültséget indukál. Ezt a feszültséget nevezzük szekunder feszültségnek.